Panasonic óriási méretű nyomatokon mutatta be az egyes objektívjai által készített képeket. Az első fotó még 12 mm-es nagylátószöggel készült, majd szépen lassan haladunk fölfelé a gyújtótávolságban. 15 mm, 25 mm, 42,5 mm, 45 mm-es makró, majd itt a végén a 100-400 mm-es telezoom. Az objektív kínálat egyik részét ebben a vitrínben, másik részét pedig itt mutatták be. Volt azonban lehetőség kipróbálni a gépeket is, hiszen egy teljes köralakú pultot hoztak létre, ahol a legfontosabb termékek voltak kikérhetők és kipróbálhatók. A legfrissebb és legérdekesebb termékek kipróbálására egy külön színpadot hoztak létre. Fejlesztés alatt álló bevonatokat is megmutattak a Panasonic standján. Ezek közül talán az egyik legérdekesebb az új lenyomat csökkentő bevonat, vagy pontosabban fogalmazva egy olyan bevonat, amely csökkenti a lehetőségét annak, hogy az új lenyomat az látható legyen. Itt van ugye egy hagyományos lencse, aminek összefoglassuk a tetejét, akkor elég rendesen ott marad az ujjunknak a nyoma. Míg a másik az elméletileg ezt nem csinálja, és hát igazából azt kell mondjuk, hogy ez valójában a gyakorlatban is ezt csinálja, nem nagyon látszik meg rajta az ujjunknak a nyoma. Ketté fűrészelt és szétszerelt objektív is került az egyik vitrínbe. Ez itt konkrétan egy 100-400 mm-es telezoom, amelyen megfigyelhetők az egyes lencsetagok elhelyezkedései. Illetve hát a csoportokat mozgató motorok is megfigyelhetők. A másik oldalon, vagyis hát pontosabban a vitrínnek a tetején, a felső részén, ha végignézünk, akkor látjuk, hogy milyen lencsetagok foglalnak helyet az objektívben, és milyen részekből áll egy objektív, milyen apró kis gyűrűkből, kapcsolókból, tubusból, és hát ugye a végén a feliratot is tartalmazó lezáró kupakból. A vezérlő panel gyakorlatilag egy igen kicsike kis nyáklap. Ennél érdekesebb lehet stabilizátor egység, csak ez per pillanat nem működik. Az autofókusz meghajtó, és íme a blende vezérlő egység. A technológiai megoldások ismertetésének egyik másik érdekes darabja volt a követő autofókuszt demózó terepasztal. Kivetített képen látható, hogy a kis modellvasút mozgását vektorokkal figyelik, és ez teszi lehetővé, hogy a fókuszkeretet mindig a lehető legpontosabban a témán tartsák. Nem maradhatott el a 4K fotó bemutatója sem, amely most már kiegészült az új funkcióval a fókusz stackinget, vagyis a különböző helyre fókuszált képekből összeillesztett nagy mélységélességű fotót. A videóban megmutatják, hogy ha nincs fókusz összeillesztés, akkor ezt hogyan lehet elvégezni, nagy mélységélességű fotókészítését. Ugye hát kis mélységélességgel vagy ide fókuszálunk, vagy oda fókuszálunk, és akkor egy kis szűk területre koncentrálódik az élesség. Ha F22-re lerekeszelünk, akkor lehetőség van arra, hogy kicsit nagyobb, tágabb teret fotózzunk le élesen. A focus stacking azonban ennél is többet kínál, hiszen egyszerűen a kijelzőre koppintva kijelölhetjük azokat a területeket, amelyeket élesen szeretnénk megjeleníteni, és utána a gép készít egy fókusz sorozatot, ezeket pedig egyszerűen szoftver segítségével önmagától összeilleszti. A végső kép nyilvánvaló, amivel 4K módban, 4K fotomódban készül ez az egész, 4K felbontású lesz. Tehát 4000 pixel széles, vagyis összességében 8 megapixeles. És ennyi az egész. Remek ötlet, sok-sok gyártó megirigyelheti ezt a módszert, hiszen nagyon sokan vannak, akik nem igazán értik a fényképezésnek a csinyát, binyát, de szeretnének
igazán professzionális képeket készíteni, most már a Focus Stacking is a Panasonic kínálatában megtalálható. A Panasonic új fényképezőgépeik közül az én kedvencem a DMC LX15-ös modell, amelyben egy egyszol típusú 20 megapixeles szenzor található. Az objektív 24-72 mm-nek megfelelő gyújtótávolságú, a fényerő, ami igazán érdekes, mert itt akár 1-4-re is le lehet menni, ami a kompakt gépek között egyedülálló. A gép természetesen támogatja a 4K fotómódot, hiszen ez most már minden Panasonic fényképezőgépnek tulajdonsága lesz, és hát nem csak a 4K sorozatok készítésére alkalmas, de 4K videóra is. HDMI kimenettel rendelkezik, a videókat, illetve fotókat pedig SD kártyára menti, hát azt most nem tudom kinyitni, mert le van rögzítve. Az új gép 180 fokos felhajthatósággal rendelkező, tehát selfie készítéshez alkalmazható LCD-vel kerül forgalomba. Ez nyilván érintésérzékeny vezérlést is lehetővé tesz, hogy még könnyebb legyen a gépet használnunk. A beépített vakuja viszonylag kisméretű, tehát itt inkább az érzékenység emeléssel kell majd játszanunk, a kevés fényben akarnánk fotózni, és még az 1-4-es fényerő is kevés volna. A Panasonic kompakt fényképezőgépek között a másik újdonság a DMC FZ2000-es modell, amelyben egyszol típusú szenzor dolgozik, a felbontása 20 megapixeles. Az érzékenységet maximum ISO 25600-ig emelhetjük. A leginkább érdekes dolog azonban itt az elején található, ez pedig egy 20-szoros zoom átfogású objektív, nem kevesebb, mint 24 mm-es nagy látószöget kínál, és 480 mm-es teleállást, amelyet itt le is lehet olvasni. A bekapcsolás után belső zoomosként funkcionál az objektív, ugyanis ugyanekkora marad a mérete akkor is, amikor telében van, és ugyanakkora, amikor nagy látószögnél. Mutatom is, ez itt most a 480 mm-es állás, a teleállás, és amikor húzom vissza 24 mm-re, akkor az objektívünk ugyanakkora marad. A gyors fókuszállít, gyors élességállításért, a gyors fókuszért ugyanaz a fókuszrendszer felelős, mint amit a Milcekben már megismerhettünk, tehát ez a DFD, Depth Defocus megoldás. A zársebesség igen tág tartományok között állítható, egészen 16.000 másodpercig lemehetünk, hát itt ebben a módban nem, csak valószínűleg manuálisban, de nem, ott sem enged. Ez valami plusz beállítás igényelhet, valószínűleg engedélyeznünk kell az elektronikus zárat, hát nem lesz egyszerű, itt van, mégis egyszerű. És akkor most nézzük, így van, 16.000-ig el tudunk így jutni, remélem látható. Ami még érdekes, hogy beépített ND-szűrőt is építettek a gépbe, amelynek a jelentősége főleg videózásnál lesz hasznos, ugyanis ilyenkor, ha nagy fényben videózunk, akkor is lehet nyitott blendét használni. Az új gép egyébként nyilvánvalóan a 4K felbontású videók készítését is lehetővé teszi, ugyanúgy, ahogy a 4K fotó is a funkciók sorát bővíti. Igazi videós gép ez, hiszen itt látható egy fejhallgató csatlakozó, itt fönt pedig egy mikrofon csatlakozó, tehát egészen pöpec videók készítése is lehetővé válik, külső mikrofonnal, ahol még a hangminőség is megfelelően jó lehet. Ezt a gépet Vlog képességgel is ellátták, tehát az utómunkálatokra is könnyűszerrel van lehetőségünk. A kijelző fölött egy 2,36 millió képpontból álló OLED kereső található, ezt egyébként már ismerhetjük más modellből, 10.000 az egyhez kontrasztorán kínál. A beépített wifi-s fényképezőgép várhatóan novembertől lesz majd megvásárolható, a gép ára az USA-ban 1200 dollár lesz. A japán gyártó a tükör nélküli cserélhető objektíves gépek palettáját is frissítette. Ez a legújabb modell, a DMC G80-as, amely 16 megapixeles szenzort kapott, maximális érzékenysége ISO 25600-as, és fókuszrendszere akár 4 fényérték
megvilágítástól is működőképes. Vakupapucsot helyeztek a tetejére, rendszervakuknak is használható, láthatók a külön kis érzékelők. A kereső szokásos módon kiváló felbontású, itt ez azt jelenti, hogy 2,36 millió képpont áll rendelkezésünkre a kép megjelenítésre. Ez nagyon-nagyon részletgazdag képet nyújt egyébként. A kezelés a szokásos, 4 gombos programozható megoldású, mármint a 4 gomb funkciója is programozható, illetve külön vannak programozható gombok a gépen elhelyezve. A 4K mód nyilvánvalóan itt is elérhető lesz, ahogy a 4K videófelvétel is. Az LCD 3-szögletes képátlójú 1,04 millió pixelből áll, pontosabban képpontból áll, tehát 1,04 millió képpontból áll, kihajtható és teljesen elforgatható. A sorozat módja, ami most be is van állítva, akár 9 kép per másodperc sebességet is enged, ami hát gyakorlatilag a DSLR-eknél is már az igen komoly gépeket üti. A DMC G80-asban beépített Wi-Fi adapter is található, most azért forgatom, ennyire keresem, hogy hol lehet ennek a gombja, de úgy látszik, hogy ez így külön gombra nincs kivezetve, maximum programozni lehet. Menüben lehet erre rábukkanni, valahol így van, a beállítások között itt van tehát a Wi-Fi, ami most ezzel nem fog foglalkozni, ami egyébként nem csak a képek áttörtésére, de a fényképezőgép vezérlésére is használható. Ott van bent egyébként a 16 megapixeles LiveMOS mikro 4/3-os vagy 4/3-os CMOS szenzor. Ezt a gépet a G7-es utódjának szánja a gyártó, és nagyjából 900 dollárért lehet majd kapni magát a vázat, illetve ezzel a 12-60 mm-es 3-5-5-6-os fényerejű objektívvel együtt az ár 1000 dollár lesz.